az ókori római hadistenről nevezték el. Egy messzi vöröses bolygó az éjjeli égen, mely évszázadokon át volt találgatások tárgya. Lehet, hogy ez egy ellenséges civilizáció otthona. Tényleg van egy arca felületén? Ez a furcsa szomszéd mindig lenyűgöz minket. Egyben pedig lehetséges otthona a jövőbeli gyarmatosításnak. És 4 milliárd éves titkok őrzője. A Mars, a vörös bolygó lehet a kulcsa a jövőnknek és a múltunknak is. Az univerzum. Mars, a vörös bolygó. Ha az emberek valaha is elfoglalnak egy másik bolygót naprendszerünkben, akkor a Mars, a vörös bolygó a legvalószínűbb választás. Egy földlakó számára a Mars egyes tulajdonságai nagyon emlékeztetnek a Föld néhány helyére. Például a kaliforniai Mojave-sivatagra. A geo- és asztrobiológus Ken Nilsson szerint a sivatagos részeink hasonlóak a Marséhoz, és azért jött ide, hogy megértse a vörös bolygó tulajdonságait. Ha ide utaznak és megfigyelik a helyet, láthatják, hogy a dünéink nagyon hasonlítanak a Mars dünéhez. Ha tovább megyünk és megnézzük a hátteret, ezeket a vörös hegyeket látjuk, amelyek tele vannak vasoxiddal. A Mars tele van vassal. Ez pedig oxidált vas, azaz rozsda. A vas porrá válik, a vörös dűnék mellett pedig az atmoszféra is vörös. Gyakran a bolygó egész felületén vörös, hatalmas porviharok szoktak itt lenni. Annak ellenére, hogy a Mars felülete hasonlít a Földéhez, néhány geológiai tulajdonsága által teljesen különbözik bolygónktól. Az Olympus-hegység naprendszerünk legmagasabb hegysége. A 27 km magas vulkán a Mars egyik fő jellegzetessége. Ha egy képet készítünk az Olympus hegyről, és mellé rakjuk a Mount Everest és Hawaii nagy hegységeit, és még ha ezek magasságát az óceán szintjétől vesszük is, csak vakontúrásnak tűnnek. A hegy annyira széles, hogy ha a lejtőn tartózkodnánk, se vennénk észre, hogy egy lejtőn vagyunk. Mivel az alapja lassan emelkedik, és nagy kiterjedésű. A Mars felszíne lenyűgöző. De egyben egy kegyetlen, barátságtalan térség is az emberek számára. Six green board. 5, 4, 3, 2, 1, engine start and lift off of the Delta II rocket carrying the Spirit from Earth to planet Mars. Hideg, száraz, és kihalt. A porviharok hetekig elsötétítik az eget, néha hónapokig is eltartanak. Éjjelente mínusz 100 fokig csökken a hőmérséklet. Ezeket a kegyetlen adatokat vessük össze azzal, hogy az atmoszférában nincs oxigén. A Mars légköre és felhői majdnem teljes mértékben széndioxidból állnak. Ez nem egy barátságos hely, nem lenne jó ott élni.
A Mars a Földhöz képest elég kicsi, körülbelül a fele. A Földtől való távolsága pedig több mint 54 millió kilométer. Nem tűnik többnek, mint egy kis vörös pontnak az éjszakai égen. Ennek ellenére a Mars évszázadokig lenyűgözte az embereket. A bolygó nevét a római hadistenről kapta. Vörös színe miatt a rómaiak úgy gondolták, hogy az egy ellenséges és nyughatatlan világ. A Mars mozgása különbözik a többi bolygójétól. Néha úgy tűnik, hogy a vörös bolygó visszafelé halad az égen. Emiatt a megfigyelők évszázadokig össze voltak zavarodva. De 1514-ben a bolygó mozgásának tanulmányozásával a lengyel csillagász Nicolaus Copernicus egy új forradalmi elméletet dolgozott ki a naprendszerről. A történelem korai időszakaiban az emberek azt hitték, hogy a Föld az univerzum közepe. Aztán jött Copernicus, aki azt mondta, hogy lehet, hogy a Föld nem a világ közepe, hanem a nap körül kering minden. Hogyha a bolygók a nap körül keringenek, ez megmagyarázza, hogy a Föld, miután elhagyta a Marsot, az miért mozog furcsán. Úgy tűnik, mintha először egy irányba menne, aztán pedig megváltoztatná az irányt. Copernicus vizsgálatai szerint a Mars és a Föld már 4,5 milliárd éve keresztezik egymás útját. Ez elég idő volt ahhoz, hogy a két bolygó teljesen más fejlődést írjon le. Az egyik bolygó meleg, nedves és oxigénben gazdag, a másik hideg, száraz és nincs oxigénje. De lehet, hogy a különbségek nem mindig voltak ilyen nagyok. A mai tudósok úgy gondolják, hogy a Mars egykor elég meleg volt ahhoz, hogy víz folyjon a felszínén. Ha a Marsról készült legjobb műholdas képeket vizsgáljuk, ugyanarra a következtetésre jutunk, mint amit az első Mars expedíció után levontunk. Ma a Mars felszínén nincs folyékony víz. De megdönthetetlen bizonyítékunk van arra, hogy egykoron volt víz a bolygó felszínén. Mindenki tudja, hogy a vízfolyások különböző földrajzi jellegzetességeket alkotnak. Ha pedig a Marsról készült képeket vizsgáljuk, olyan földrajzi tényezőket vehetünk észre, amiből az következik, hogy a Mars egykor melegebb és nedvesebb volt. A Mars ma egy forró sivatag. De mi történhetett? Milyen kozmikus folyamatok változtatták meg a naprendszerünk negyedik bolygójának felszínét? A magyarázat naprendszerünk eredetének történetével kezdődik. Körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt naprendszerünk úgy keletkezett, hogy egy szupernova robbanás után a kibocsátott anyagok elkezdtek hűlni. Miközben hűlt, sűrűsödni kezdett, majd részecske gyűrűket alkotott. Ezek a részecskék pedig lassan összeálltak, és bolygókat alkottak. A folyamat közben hő keletkezett, és a nehezebb részecskék a bolygók közepébe süllyedtek. Így alakult ki a Mars megolvadt vasmagja. Ez a megolvadt mag pedig erős mágneses mezőt alkotott. Ez pedig védőpajzsot emelt a Mars köré, amely megvédte a bolygót a nap káros sugaraitól. A nap felől érkező állandó nyomást napszélnek nevezzük. A napszél protonokból, elektronokból, kozmikus sugárzásból és feltöltött részecskékből áll, melyek képesek ionizálni az atmoszférát, azaz elfújni azt.
de a Mars végül elvesztette védőpajzsát és légkörének nagy részét. Miután a bolygó összeállt, elkezdett lehűlni. A vasmag már nem tudott mágneses mezőt alkotni, így a napszél károsította a Mars felszínét. Ez az az elmélet, amelyet sokan vallanak. A légkör elvesztése miatt a Mars elvesztette a melegséget és a nyomást is. Mivel a víznek szüksége van hőre és nyomásra ahhoz, hogy folyékony maradjon, már nem maradt meg a Mars felszínén. Ha egy edénybe vizet tennénk a Marson, a víz egyszerre próbálna meg nagyon gyorsan elpárologni és megfagyni. Valamelyik folyamat be fog következni, és már nem lesz víz az edényünkben. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs víz a bolygón. A vizet jég állapotában találták meg a Marson. Az új bizonyítékok által pedig valószínűsíthető, hogy több tonna jég van a Mars sarkvidékein. A jég közé pedig az űrkutatás Szent Grálját zárták. Ezeket akár egyszerű távcsövekkel is láthatjuk a Földről. Nem kérdéses, hogy ezek az első tulajdonságai a Marsnak, amit akár innen is láthatunk. A Mars jégsapkái titokzatos fehér jégmezők, amelyek beborítják a bolygó tetejét és alját. Ez valójában megfagyott széndioxid, amit száraz jégnek is hívunk. Az a légkör nagyon vékony, és majdnem teljesen széndioxidból áll. Ezért, amikor megfagy, széndioxid havat és jeget képez. De természetesen nem a megfagyott széndioxid az, ami a legjobban érdekli a tudósokat. Sokkal érdekesebb, hogy mi lehet a befagyott sapkák alatt. A felszín alatt több tonna jég lehet. A hatalmas sarki jégmezők azt sugallják, hogy egykoron hatalmas óceánok borították a bolygó felszínét. A víz állandó fagyott állapotban van a felszín alatt. De a nyomás és a hőmérséklet a Mars különböző részein talán megolvasztotta a jeget, és víztárolókat alkotott. Krátereket láthatunk a bolygó felszínén, ami azt jelenti, hogy aszteroidák csapódtak a Marsba. Itt nem az a folyamat játszódott le, mint a Holdon, ahol törmeléket és sziklákat mozdított el a robbanás. A Marson sárszerű anyagot hozott felszínre. Ebből az következik, hogy a becsapódás jégbe történt, és Észak-Kanadához hasonló jégmezőket hozott létre. A bolygó körül keringő műhold bizonyítékot talált arra, hogy jég van a Mars sarkvidékein. A talajvizsgálat során pedig nagy mennyiségű hidrogént találtak. A víz természetesen egy oxigénatomból és két hidrogénatomból áll, ami azt jelenti, hogy ezeken a területeken nagy az esélye annak, hogy vizet találnak. Annak ellenére, hogy a bizonyítékok újak, már több mint egy évszázada vannak olyan elméletek, miszerint a bolygón víz található. A 20. század elején pedig az a feltevés, hogy intelligens életformák vannak a Marson, egyenesen aggodalommal töltötte el az embereket. A csillagászok először 1610-ben kezdték el távcsöveikkel a Marsot figyelni. Miközben a távcsövek technológiája egyre fejlődött, a vörösbolygó halványképe egyre tisztábbá vált a földi megfigyelők számára. 1877-ben a távcsövek által a Mars olyan közelinek tűnt, mint egy érme, amit karnyújtásnyira tartunk.
Ez nem túl lenyűgöző a mai technológiához képest, de elég volt ahhoz, hogy a milánói Giovanni Schiaparelli obszervatóriumban megrajzolják a Mars felszínét, és megnevezzék a földrajzi tulajdonságait. A megfigyelőközpont hónapokon át figyelte az éjszakai eget. Szerteszét ágazó vonalakat láttak a Mars felszínén. Később kiderült, hogy ezek nem túl pontosak, de a távcsöveikkel csak ezt látták. A mélyen tisztelt olasz csillagász lerajzolta ezeket a vonalakat és nevet adott nekik. Schiaparelli azt mondta, hogy ezek egyfajta csatornák lehetnek. Ő az olasz canali szót használta rá, az angol szó erre a meder lett volna. De rosszul fordították le, és csatornákként értelmezték őket. Mivel a természetben általában nem jelennek meg egyenes vonalak, Schiaparelli rajzai egy új ötletet szültek, miszerint a Marson intelligens lények élnek. Ez forradalmi gondolat volt, amit a csillagászok vitattak. Aztán 1894-ben egy gazdag bostoni férfinak, Percival Lowellnak szöget ütött a fejébe ez a gondolat, és egy hatalmas teleszkópot épített Arizonában. Az elkövetkező két évtizedet megfigyeléssel, vázlatkészítéssel és elmélkedéssel töltötte. Meggyőzte magát arról, hogy egyenes vonalak hálózatát látja a Marson, amiről azt hitte, hogy ezek csatornák. Mi volt az akkori idők legnagyobb híre? A Panama csatorna. Ez egy olyan dolog volt, amit a civilizált lények építenek. Tehát a csatorna civilizációt jelentett. Szerinte ezeket a csatornákat arra használták, hogy a vizet a jégsapkákból a bolygó többi részére szállítsák. A Mars hideg volt és száraz. Ezért szerinte a csatornákra volt szükség. Ezzel az ötlettel pedig azt akarta bebizonyítani, hogy van élet a Marson. ...1938 Halloween éjjelén egy fiatal színész Orson Welles élőben közvetítette egy rádióadásban A.G. Wells író Világok harca című regényét, amelyben gonosz marslakók megszállják a Földet. És most visszatérünk a tudósítással, itt vagyok, ismét történik valami. Leszállt egy repülő. Több ezren elhitték, hogy ez valóban megtörténik. Meg vagyunk lepődve, és nagyon sajnáljuk a történteket. A félreértés hamar tisztázódott, de a műsor után egyre népszerűbbé vált az az elmélet, hogy intelligens élet van a Marson. A tudósok úgy döntöttek, hogy ezt közelebbről is megvizsgálják. 1964-ben a NASA egy kicsi szondát küldött fel a Vörös bolygóra. Ez a Mariner 4 volt. Volt rajta egy kicsi kamera, és az volt a célja, hogy képeket készítsen a Marsról. Csak egy lehetősége volt. A tudósok izgatottan várták az eredményeket. Vajon városokat fognak látni? Vagy csatornákat? Lehet, hogy erdők vannak. Valójában krátereket láttak. Több száz képük volt olyan kráterekről, amilyenek a Holdon is vannak. Nagy csalódás volt. A Mariner 4 képei egy száraz, kráterekkel teli, sivatagszerű, és halott bolygót mutattak. Olyan volt, mint a Hold. Csak volt egy kis szél is, amely arrébb fújta a port. De a Mars kutatás lelkesedése nem csökkent. 6 évvel később a NASA egy újabb szondát, a Mariner 9-et is felküldött. Ezúttal a szonda
heteken át keringett a bolygó körül, és teljesen feltérképezte azt. A fáradozások kifizetődőek voltak. Miután megvárta, hogy egy teljes bolygót átfogó viharnak vége legyen, a Mariner 9 csodálatos képekkel tért vissza. Felfedte a Tarsis-fennsíkot, amely az egyenlítőhöz közel található. Ez a fennsík vulkanikus tevékenység során jött létre. A fennsík legmeghatározóbb jellegzetessége a hatalmas Olympus vulkán. Az Olympus vulkán körülbelül akkora kiterjedésű, mint Missouri állam. Ha az Egyesült Államok térképére helyeznék, nagyrészt elfedné. Ha kitörne, valószínűleg az összes Missouri állammal határos államot elöntené lávával. Tehát a hazám Iowa valószínűleg láva alá kerülne. Úgy gondoljuk, hogy három különböző vulkánból áll, de legalábbis azt biztosra vehetjük, hogy három irányba tört ki. Ha a magaslatról nézzük, három különböző krátert láthatunk, úgyhogy nem csak háromszor nagyobb. Ez egy hatalmas geológiai képződmény. Ha a hegy szélén állnánk, a több száz kilométer hosszú alapnak köszönhetően nem is vennénk észre, hogy egy vulkánon állunk. Annyira masszív ez a hely. De az Olympus nincs egyedül. Néhány száz kilométerre délkeletre három hasonló vulkán helyezkedik el, amelyek mind nagyobbak, mint a Föld bármely vulkánja. Bármennyire gyönyörű a Tarsis-fennsík, ez nem az egyedüli, lenyűgöző földrajzi térség, amit a Mariner 9 talált. A fennsík keleti szélén egy hatalmas árok van. Ezt Valles Marinerisnek, azaz Mariner völgyének hívják, így is tisztelegve a Mariner 9 sikerei előtt. Ez a földrajzi alakzat olyan széles, mint az Amerikai Egyesült Államok. Ez egy hatalmas völgy, hallottak már a Grand Canyonról, ugye? Ezt sokszorozzák meg, adjanak neki egy kis szteroidot, és akkor talán el tudják képzelni, hogy milyen a Mariner völgy. A geológiai mechanizmus, amely által ez a hatalmas völgy létrejött, még mindig nem világos. A tudósok csak tippelni tudnak. Az egyik elmélet szerint a Tarsis-fennsíkon annyi láva és egyéb anyag gyűlt össze, hogy egy hatalmas repedést, mint egy cipzárat hozott létre a Mars felszínén. Ki tudja, hogy ez igaz-e, de ez is több a semminél, és legalább egyfajta magyarázatot ad. A Mariner 9 sikerétől felbuzdulva a következő lépés az volt, hogy a NASA egy űrhajója földet érjen a Marson. A tudósok alig várták, hogy megvizsgálják a talajt, életforma után kutatva. 1979-ben a Viking küldetésének ez volt a célja. Ezen a műholdon leszálló egység volt, amely automatikus vizsgálatokra volt képes. Leszálltunk a felszínre, felmarkoltunk egy kis földet, és semmit nem találtunk. A Mars egy hideg, száraz és halott hely. Miközben a leszálló egység nem talált címlapra való dolgokat, a műhold egy titokzatos alakzatot talált. Miközben a Sidonia rész felett repült el, a műhold egy képet készített egy különleges alakzatról. Ez egy emberi arcra hasonlított.
A tudósok viccből megmutatták a sajtónak az arcról készült képeket. Más megvilágításban ez a rész egyáltalán nem hasonlít arcra, csak hegyek össze-visszaságát mutatja. De egyes körökben az arc története és a NASA elhárító hazugsága sokáig élt. Bár a Viking küldetése során nem talált szerves életre utaló jeleket, sem pedig ide vonatkozó anyagokat, küldetése mégis nagy mértékben elősegítette a Mars kutatását. Aztán 1984-ben egy fiatal tudós antarktiszi útján egy olyan felfedezést tett, amely új reményt adott arra, hogy életformákat találnak a Marson. December 1984 a NASA meteorgyűjtő expedíciója az Antarktiszon egy furcsa dolgot talált. Egy különleges, zöldes színű meteort. A legtöbb meteor szürke vagy barna. A NASA houstoni Johnson központjában az ilyen leleteket tárolják. Ezt pedig ALH84001-nek nevezték el. Bár furcsa színe volt, a tudósok úgy gondolták, hogy ez egy aszteroida darabja. Ez a kőzet a többi darabkával együtt majdnem 8 évig pihent itt. Végül a 90-es évek elején egy aszteroida kutató egy darabkáját megvizsgálta elektronmikroszkóp alatt. Hamarosan rájött, hogy nem egy egyszerű meteor darabot figyel, hanem a Mars egyik darabkáját. A kőzetnek olyan tulajdonságai voltak, amelyek megegyeztek az 1979-ben talált Mars meteor darab tulajdonságaival. Még több tudós kezdte el vizsgálni ezt a darabot, és mindannyian meglepődtek, amikor látták, hogy széndarabkák vannak benne. A szén a Földön az élet alapeleme. David McKay tudós vezette a kutatócsoportot. A széndarabok felkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam, hogy ezek nagyon furcsán néznek ki. Nézzük meg, hogy hogy viselkednek. A kőzet alaposabb vizsgálata még több lenyűgöző felfedezéshez vezetett. Ezekben a szénmolekulákban végbe menő folyamatok hasonlítanak ahhoz, amit mi a Földön az élettel társítunk. Az elektronmikroszkóppal készített kép pedig gyanúsan organikus, kissé kukacszerű képződményt mutatott. Lehet, hogy ez a Mars biológia primitív alapja. Szerintem ez a kukac biológiai. Az, hogy ez egy baktérium kövülete, még nem biztos. Lehet, hogy ez egy baktérium része. Az én szemszögemből biztosan biológiai. Mindenkit üdvözlök. Ez egy nagyszerű, hihetetlen nap. Nagyon izgatott vagyok. Végül 1996-ban több mint 2 évnyi tanulmány és 4 különálló bizonyíték után a csapat készen állt arra, hogy bejelentse a kutatás eredményeit. Az ALH84001 lehetséges bizonyítékot tartalmaz arra, hogy volt élet a Marson. Arra jutottunk, hogy ez egy lehetséges bizonyíték annak, hogy volt élet a Marson. A NASA sajtótájékoztatót tartott, de nem tudtak mindenkit meggyőzni. A világ több laboratóriuma is szeretett volna saját kutatásokat végezni a kőzet darabján. Végül több hónapnyi vita után arra jutottak, hogy ez nem végleges bizonyíték. Néhány újság támogatta a feltevést, de több olyan volt, amelyik elvetette az ötletet. Ha meg tudnák mutatni az első képet, kérem. Itt megfigyelhetik a részecskéket. Sok kutató úgy gondolja, hogy ezeket a formákat ásványi képződmények alkották.
A legtöbben azt mondanák, hogy nincs szerves anyag a kőzetben, és Dave elmélete hibás. Szerintem ez elhamarkodott kijelentés lenne. Szerintem a munka és a kutatás még nem fejeződött be, így nem kaptunk még kielégítő eredményt. Továbbra is vizsgálják a meteoritot. Annak ellenére, hogy a kutatók nem tudták bebizonyítani, hogy volt élet a Marson, felkeltették az emberek ezirányú érdeklődését, és a vörös bolygó kutatása tovább folytatódik. Bár ironikus, de ezek a kutatások ismét az Antarktiszra vezették a tudósokat. Bolygónk ezen részében a feltételek nagyon hasonlóak a Marséhoz. Az olyan életformák keresése, amelyek szélsőséges körülmények között élnek, fényt vethetnek arra, hogy egykoron hogy alakulhatott ki a Marson a primitív életforma. Az egyik hely, ahol az asztrobiológusok Dale Anderson vezetésével kutatnak, a vastag jéggel borított tavak feneke. A legtöbben azt mondanák, hogy a vastag jégtakaró miatt itt csak köveket találnánk lent, más semmit. A jégtakaró sok helyen 4,5 méter vastag. Ahelyett, hogy ezt a jégtakarót átfúrnák, Anderson és csapata egy sokkal kevésbé káros megközelítést talált ki. Egy részcsövekből álló hálózat segítségével nyílást hoznak létre. Ezen átengedjük a forró folyadékot, és hagyjuk, hogy a jég elolvadjon. Az körülbelül 24 órás folyamat, és a segítségével egy tiszta lyukat kapunk. A búvárok teljesen vízálló ruhában alámerülnek. Amit pedig az antarktiszi tavak fenekén találnak, fény deríthet az élet titkára. Itt mikrobák vannak, amelyek még ebben a hideg környezetben és fény nélkül is életképesek. A legtöbben azt hiszik, hogy ha kevesebb, mint 1%-nyi fényt kap valami, nem tudnak fotoszintetizálni, azaz nincs elég fényük ahhoz, hogy éljenek. Kiderült, hogy a fotoszintézist akár kevesebb, mint 1000-nyi fénnyel is képesek végezni. A csapat számára ezek a kutatások ablakot nyitnak a múltra. Nem találtunk fejlettebb élőlényeket, halakat, bogarakat vagy állatokat, úgyhogy ezek a mikrobák úgy tudnak kialakulni, hogy nem befolyásolták őket az állatok vagy a növények. Ezáltal pedig igen különleges módon fejlődtek. Lehetséges, hogy ehhez hasonló mikrobák a Mars befagyott felszíne alatt is léteznek, főleg a hidrogénben gazdag sarkkörökön. Anderson és hasonló gondolkodású tudóstársai úgy gondolják, hogy ezt megéri megvizsgálni. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine ignition, and liftoff of the Delta II rocket with the Mars Exploration Rover. ...2003 nyarán a NASA két űrhajót küldött a Mars felszínére. A Marsra csak két évenként lehet rövid időközönként expedíciókat küldeni. Az űrhajók a Mars keringési idejének egy bizonyos pontjában ugyanoda kell érkezzenek. Az utat 7 hónap alatt teszik meg úgy, hogy a pálya tökéletes legyen. A Földtől a Mars pályáját olyan pontossággal kell meghatározni, mintha Los Angelesből egészen New Yorkig akarnánk úgy eldobni egy kosárlabdát, hogy semminek ne menjen neki, és egyenesen a kosárba érkezzen. Gratulálok az irányító központból a sikeres földetéréshez! Mars. Current velocity 1356 miles per hour.
Expecting parachute deploy in 5 seconds. A sikeres földetérés megtörtént. Az űrhajók robotok voltak, amelyek képesek a Mars felszínét bejárni és szétnézni. Ezek robotgeológusok voltak. Az volt a munkájuk, hogy ők legyenek a szemeink, a lábaink és a kezeink a Marson. Általuk érzékeljük a Marsot. Ki tudnak nyúlni? Meg tudják érinteni a köveket? A karok végén a szenzorok segítségével és egy mikroszkóppal részletesen meg tudják mondani, hogy mi hogy néz ki. Ezt a gépezetet RET-nek hívjuk, és ez olyan erős, hogy akármilyen sziklát képes átfúrni. Ezáltal megfigyelhetjük a sziklák belsejét is. Rengeteg olyan kőzetet tudunk így megvizsgálni, amit egy húsvérgeológus is kiválasztana magának. A két robotot Léleknek és Esélynek nevezték el. A mai napig is a Mars felszínét kutatják, egymástól néhány száz kilométerre. A Lélek a Gusev kráter környékén szállt le. A kráterről úgy gondolják, hogy egy kiszáradt tó medre. Így itt lehetséges, hogy biológiai nyomokra bukkanhatnak. Az Esély robot pedig a meridiáni plánum térségre érkezett. Ez nagyon érdekes hely, mivel hematit és vasoxid részt tartalmaz, amely a Földön általában olyan helyeken alakul ki, ahol régen víz volt. Eddig egyik robot sem talált életjeleket, de mind a ketten rengeteg bizonyítékot találtak arra, hogy a vörös bolygó felszínén egykoron rengeteg víz volt. Találtunk olyan helyeket, ahol a víz a sziklák alatt folyt, és olyan helyeket is, ahol a víz a sziklákba olyan nyomokat vésett, amelyek több milliárd évvel később is láthatóak. Egyik robot sem ért még elég közel a tundraszerű Mars sapkákhoz, ahol fagyott vizet találhatnának. Ez a 2007 nyarán indított expedíció elsődleges célja. Ez az expedíció a Phoenix nevet viseli, és célja, hogy egy állandó bázist hozzon létre a Mars északi sarkán. A landoló egységnek ásóval felszerelt robotkarja van, amellyel meg tudják vizsgálni a talajt. Az Arizonai Egyetem professzora Dr. Peter Smith vezeti a kutatást. A küldetésünk célja az, hogy megértsük a talaj jellegzetességeit, felfedjük, hogy milyen jég van rajta, valamint, hogy ez a jég milyen kapcsolatban áll az atmoszférával. Úgy tudjuk ezt tanulmányozni, hogy a robotikus kart használjuk. Ez a kar egy kis árkot fog ásni és talajt, remélhetőleg nedves talajt, meg jeget fog megvizsgálni. Ezeket a mintákat pedig az űrhajón található eszközökkel fogjuk megvizsgálni. A robot a Mars felszínéről jelenteni fogja, hogy milyen eredménnyel járt a talaj és a jégvizsgálata. De mielőtt még a Phoenixnek lehetősége van a kilövésre, a Mars vízének egy újabb fejezete nyílik. Új képek érkeztek arról az űrhajóról, amely jelenleg a vörös bolygó körül kering. Ezek a képek is érdekes információkat tartalmaznak. Ezen a képen úgy látszik, hogy az elmúlt néhány évben egy kisebb vízmosásban az egyik mély völgyben folyékony víz alakult ki. 2001-ben az űrhajó képeket készített ugyanerről a helyről, de akkor még nem volt itt semmi különleges. Az új képeken viszont fehér anyag látható a vízmosás alján. Úgy tűnik, hogy maradványa lehet egy olyan forrásnak, amely a Földből kitörve néhány száz métert folyt, majd elpárolgott. A tudósok nem értik, hogy mi okozhatta ezt a forrást, de gyanítják, a bolygó belső hője okozhatta.
Ez egy olyan bolygó, amely vulkanikus szempontból aktív volt. Mindannyian reménykedünk, hogy a Mars egyes helyein hidrotermikus forrásokat találunk. Nem csak azért, mert szeretnénk folyékony vizet találni, hanem azért is, mert ez azt jelenteni, hogy itt élet volt. Ez persze visszavezet az élet utáni kutatáshoz. Miután már mindent kipróbáltunk, a motorjának a tudományos kutatásnak az emberiség vágya, hogy megtudja azt, hogy az univerzum más helyein is kialakulhatott-e élet. Szerintem az emberek már az idő kezdete óta azon gondolkodnak, hogy miért vannak itt, mi történik itt, és hogy vajon mi más lehet még. Ennek a kérdésnek a megválaszolása nagyon fontos arra, hogy megtudjuk, hogy hol van a helyünk az univerzumban. Ha a Marson életet találunk, megmagyarázhatjuk, hogy a saját bolygónkon hogyan alakult ki. Lehet, hogy a Mars és a Föld között jelentős kapcsolat van. Lehet, hogy a Marson kialakult az élet, amikor ez lehetséges volt, de a Földön még nem. Meteorok segítségével pedig a Földre kerültek az élet sejtjei. Lehet, hogy mind Mars lakók vagyunk. De az is lehet, hogy ez fordítva történt. Az élet erről a bolygóról származik, és a Mars felé szóródott. Ha találunk bizonyítékot arra, hogy van élet a Marson, és tudjuk, hogy van élet a Földön, akkor valószínű, hogy mindenhol van élet. Az univerzum zsong az élettől. Ha mégse találunk erre nyomokat, akkor kicsit különlegesebbnek érezhetjük magunkat. A bolygó nevét a római hadistenről kapta. Vörös színe miatt a rómaiak úgy gondolták, hogy az egy ellenséges és nyughatatlan világ. A Mars mozgása különbözik a többi bolygóitól. Néha úgy tűnik, hogy a vörös bolygó visszafelé halad az égen. Emiatt a megfigyelők évszázadokig össze voltak zavarodva. De 1514-ben a bolygó mozgásának tanulmányozásával a lengyel csillagász Nikolaus Kopernikus egy új forradalmi elméletet dolgozott ki a naprendszerről. A történelem korai időszakaiban az emberek azt hitték, hogy a Föld az univerzum közepe. Aztán jött Kopernikus, aki azt mondta, hogy lehet, hogy a Föld nem a világ közepe, hanem a nap körül kering minden. Hogyha a bolygók a nap körül keringenek, ez megmagyarázza, hogy a Föld, miután elhagyta a Marsot, az miért mozog furcsán. Úgy tűnik, mintha először egy irányba menne, aztán pedig megváltoztatná az irányt. Kopernikus vizsgálatai szerint a Mars és a Föld már 4,5 milliárd éve keresztezik egymás útját. Ez elég idő volt ahhoz, hogy a két bolygó teljesen más fejlődést írjon le. Az egyik bolygó meleg, nedves és oxigénben gazdag, a másik hideg, száraz és nincs oxigénje. De lehet, hogy a különbségek nem mindig voltak ilyen nagyok. A mai tudósok úgy gondolják, hogy a Mars egykor elég meleg volt ahhoz, hogy víz folyjon a felszínén. Ha a Marsról készült legjobb műholdas képeket vizsgáljuk, ugyanarra a következtetésre jutunk, mint amit az első Mars expedíció után levontunk. Ma a Mars felszínén nincs folyékony víz. De megdönthetetlen bizonyítékunk van arra, hogy egykoron volt víz a bolygó felszínén. Mindenki tudja, hogy a vízfolyások különböző földrajzi jellegzetességeket alkotnak. Ha pedig a Marsról készült képeket vizsgáljuk, olyan földrajzi tényezőket vehetünk észre, amiből az következik, hogy a Mars egykor melegebb és nedvesebb volt. A
A Mars ma egy forró sivatag. De mi történhetett? Milyen kozmikus folyamatok változtatták meg a naprendszerünk negyedik bolygójának felszínét? Néhány helyére. Például a kaliforniai Mojave-sivatagra. A geo- és asztrobiológus Ken Nilsson szerint a sivatagos részeink hasonlóak a Marséhoz, és azért jött ide, hogy megértse a vörös bolygó tulajdonságait. Ha ide utaznak és megfigyelik a helyet, láthatják, hogy a dűnéink nagyon hasonlítanak a Mars dűnéihez. Ha tovább megyünk és megnézzük a hátteret, ezeket a vörös hegyeket látjuk, amelyek tele vannak vasoxiddal. A Mars tele van vassal. Ez pedig oxidált vas, azaz rozsda. A vas porrá válik, a vörös dűnék mellett pedig az atmoszféra is vörös. Gyakran a bolygó egész felületén vörös, hatalmas porviharok szoktak itt lenni. Annak ellenére, hogy a Mars felülete hasonlít a Földéhez, néhány geológiai tulajdonsága által teljesen különbözik bolygónktól. Az Olympus-hegység naprendszerünk legmagasabb hegysége. A 27 km magas vulkán a Mars egyik fő jellegzetessége. Ha egy képet készítünk az Olympus-hegyről, és mellé rakjuk a Mount Everest és Hawaii nagy hegységeit, és még ha ezek magasságát az óceán szintjétől vesszük is, csak vakontúrásnak tűnnek. A hegy annyira széles, hogy ha a lejtőn tartózkodnánk, se vennénk észre, hogy egy lejtőn vagyunk. Mivel az alapja lassan emelkedik, és nagy kiterjedésű. A Mars felszíne lenyűgöző, de egyben egy kegyetlen, barátságtalan térség is az emberek számára. 6 green board, 5, 4, 3, 2, 1, engine start and lift off of the Delta II rocket carrying the Spirit from Earth to planet Mars. Hideg, száraz és kihalt. A porviharok hetekig elsötétítik az eget, néha hónapokig is eltartanak. Éjjelente minúrben az arc története és a NASA elhárító hazugsága sokáig élt. Bár a Viking küldetése során nem talált szerves életre utaló jeleket, sem pedig ide vonatkozó anyagokat, küldetése mégis nagy mértékben elősegítette a Mars kutatását. Aztán 1984-ben egy fiatal tudós antarktiszi útján egy olyan felfedezést tett, amely új reményt adott arra, hogy életformákat találnak a Marson. December 1984 a NASA meteorgyűjtő expedíciója az Antarktiszon egy furcsa dolgot talált. Egy különleges, zöldes színű meteort. A legtöbb meteor szürke vagy barna. A NASA houstoni Johnson központjában az ilyen leleteket tárolják. Ezt pedig ALH84001-nek nevezték el. Bár furcsa színe volt, a tudósok úgy gondolták, hogy ez egy aszteroida darabja. Ez a kőzet a többi darabkával együtt majdnem 8 évig pihent itt. V
Végül a 90-es évek elején egy aszteroida kutató egy darabkáját megvizsgálta elektronmikroszkóp alatt. Hamarosan rájött, hogy nem egy egyszerű meteor darabot figyel, hanem a Mars egyik darabkáját. A kőzetnek olyan tulajdonságai voltak, amelyek megegyeztek az 1979-ben talált Mars meteor darab tulajdonságaival. Még több tudós kezdte el vizsgálni ezt a darabot, és mindannyian meglepődtek, amikor látták, hogy széndarabkák vannak benne. A szén a Földön az élet alapeleme. David McKay tudós vezette a kutatócsoportot. A széndarabok felkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam, hogy ezek nagyon furcsán néznek ki. Nézzük meg, hogy hogy viselkednek. A kőzet alaposabb vizsgálata még több lenyűgöző felfedezéshez vezetett. Ezekben a szénmolekulákban végbe menő folyamatok hasonlítanak ahhoz, amit mi a Földön az élettel társítunk. Az elektronmikroszkóppal készített kép pedig gyanúsan organikus, kis határozni, mintha Los Angelesből egészen New Yorkig akarnánk úgy eldobni egy kosárlabdát, hogy semminek ne menjen neki, és egyenesen a kosárba érkezzen. Gratulálok az irányító központból a sikeres földetéréshez. A sikeres földetérés megtörtént. Az űrhajók robotok voltak, amelyek képesek a Mars felszínét bejárni és szétnézni. Ezek robotgeológusok voltak. Az volt a munkájuk, hogy ők legyenek a szemeink, a lábaink és a kezeink a Marson. Általuk érzékeljük a Marsot. Ki tudnak nyúlni? Meg tudják érinteni a köveket? A karok végén a szenzorok segítségével és egy mikroszkóppal részletesen meg tudják mondani, hogy mi hogy néz ki. Ezt a gépezetet RET-nek hívjuk, és ez olyan erős, hogy akármilyen sziklát képes átfúrni. Ezáltal megfigyelhetjük a sziklák belsejét is. Rengeteg olyan kőzetet tudunk így megvizsgálni, amit egy húsvérgeológus is kiválasztana magának. A két robotot Léleknek és Esélynek nevezték el. A mai napig is a Mars felszínét kutatják, egymástól néhány száz kilométerre. A Lélek a Gusev kráter környékén szállt le. A kráterről úgy gondolják, hogy egy kiszáradt tó medre. Így itt lehetséges, hogy biológiai nyomokra bukkanhatnak. Az Esély robot pedig a meridiáni plánum térségre érkezett. Ez nagyon érdekes hely, mivel hematit és vasoxid részt tartalmaz, amely a Földön általában olyan helyeken alakul ki, ahol régen víz volt. Eddig egyik robot sem talált életjeleket, de mind a ketten rengeteg bizonyítékot találtak arra, hogy a vörös bolygó felszínén egykoron rengeteg víz volt. Találtunk olyan helyeket, ahol a víz a sziklák alatt folyt, és olyan helyeket is, ahol a víz a sziklákba olyan nyomokat vésett, amelyek több milliárd évvel később is látható. Kutatását. Aztán 1984-ben egy fiatal tudós antarktiszi útján egy olyan felfedezést tett, amely új reményt adott arra, hogy életformákat találnak a Marson. December 1984 a NASA meteorgyűjtő expedíciója az Antarktiszon egy furcsa dolgot talált. Egy különleges, zöldes színű meteort. A legtöbb meteor szürke vagy barna.
A NASA Houstoni Johnson központjában az ilyen leleteket tárolják. Ezt pedig ALH-84001-nek nevezték el. Bár furcsa színe volt, a tudósok úgy gondolták, hogy ez egy aszteroida darabja. Ez a kőzet a többi darabkával együtt majdnem 8 évig pihent itt. Végül a 90-es évek elején egy aszteroida kutató egy darabkáját megvizsgálta elektronmikroszkóp alatt. Hamarosan rájött, hogy nem egy egyszerű meteor darabot figyel, hanem a Mars egyik darabkáját. A kőzetnek olyan tulajdonságai voltak, amelyek megegyeztek az 1979-ben talált Mars meteor darab tulajdonságaival. Még több tudós kezdte el vizsgálni ezt a darabot, és mindannyian meglepődtek, amikor látták, hogy széndarabkák vannak benne. A szén a Földön az élet alapeleme. David McKay tudós vezette a kutatócsoportot. A széndarabok felkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam, hogy ezek nagyon furcsán néznek ki. Nézzük meg, hogy hogy viselkednek. A kőzet alaposabb vizsgálata még több lenyűgöző felfedezéshez vezetett. Ezekben a szénmolekulákban végbe menő folyamatok hasonlítanak ahhoz, amit mi a Földön az élettel társítunk. Az elektronmikroszkóppal készített kép pedig gyanúsan organikus, kissé kukacszerű képződményt mutatott. Lehet, hogy ez a Mars biológia primitív alapja. Szerintem ez a kukac biológiai. Az, hogy ez egy baktérium kövülete, még nem biztos. Lehet, hogy ez egy baktérium része. Az én szemszögemből biztosan biológiai. Ez elég idő volt ahhoz, hogy a két bolygó teljesen más fejlődést írjon le. Az egyik bolygó meleg, nedves és oxigénben gazdag, a másik hideg, száraz és nincs oxigénje. De lehet, hogy a különbségek nem mindig voltak ilyen nagyok. A mai tudósok úgy gondolják, hogy a Mars egykor elég meleg volt ahhoz, hogy víz folyjon a felszínén. Ha a Marsról készült legjobb műholdas képeket vizsgáljuk, ugyanarra a következtetésre jutunk, mint amit az első Mars expedíció után levontunk. Ma a Mars felszínén nincs folyékony víz. De megdönthetetlen bizonyítékunk van arra, hogy egykoron volt víz a bolygó felszínén. Mindenki tudja, hogy a vízfolyások különböző földrajzi jellegzetességeket alkotnak. Ha pedig a Marsról készült képeket vizsgáljuk, olyan földrajzi tényezőket vehetünk észre, amiből az következik, hogy a Mars egykor melegebb és nedvesebb volt. A Mars ma egy forró sivatag. De mi történhetett? Milyen kozmikus folyamatok változtatták meg a naprendszerünk negyedik bolygójának felszínét? A magyarázat naprendszerünk eredetének történetével kezdődik. Körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt naprendszerünk úgy keletkezett, hogy egy szupernova robbanás után a kibocsátott anyagok elkezdtek hűlni. Miközben hűlt, sűrűsödni kezdett, majd részecske gyűrűket alkotott. Ezek a részecskék pedig lassan összeálltak, és bolygókat alkottak. A folyamat közben hő keletkezett, és a nehezebb részecskék a bolygók közepébe süllyedtek. Így alakult ki a Mars megolvadt vasmagja. Ez a megolvadt mag pedig erős mágneses mezőt alkotott. Ez pedig védőpajzsot emelt a Mars köré, amely megvédte a bolygót a nap káros sugaraitól.
A nap felől érkező állandó nyomást napszélnek nevezzük. A napszél protonokból, elektronokból, kozmikus sugárzásból és feltöltött részecskékből áll, melyek képesek ionizálni az atmoszférát, azaz elfújni azt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, engine ignition, and liftoff of the Delta II rocket with the Mars Exploration Rover. ...2003 nyarán a NASA két űrhajót küldött a Mars felszínére. A Marsra csak két évenként lehet rövid időközönként expedíciókat küldeni. Az űrhajók a Mars keringési idejének egy bizonyos pontjában ugyanoda kell érkezzenek. Az utat 7 hónap alatt teszik meg úgy, hogy a pálya tökéletes legyen. A Földtől a Mars pályáját olyan pontossággal kell meghatározni, mintha Los Angelesből egészen New Yorkig akarnánk úgy eldobni egy kosárlabdát, hogy semminek ne menjen neki, és egyenesen a kosárba érkezzen. Gratulálok az irányító központból a sikeres földetéréshez. A sikeres földetérés megtörtént. Az űrhajók robotok voltak, amelyek képesek a Mars felszínét bejárni és szétnézni. Ezek robotgeológusok voltak. Az volt a munkájuk, hogy ők legyenek a szemeink, a lábaink és a kezeink a Marson. Általuk érzékeljük a Marsot. Ki tudnak nyúlni? Meg tudják érinteni a köveket? A karok végén a szenzorok segítségével és egy mikroszkóppal részletesen meg tudják mondani, hogy mi hogy néz ki. Ezt a gépezetet RET-nek hívjuk, és ez olyan erős, hogy akármilyen sziklát képes átfúrni. Ezáltal megfigyelhetjük a sziklák belsejét is. Rengeteg olyan kőzetet tudunk így megvizsgálni, amit egy húsvérgeológus is kiválasztana magának. A két robotot Léleknek és Esélynek nevezték el. Által a Mars olyan közelinek tűnt, mint egy érme, amit karnyújtásnyira tartunk. Ez nem túl lenyűgöző a mai technológiához képest, de elég volt ahhoz, hogy a milánói Giovanni Schiaparelli obszervatóriumban megrajzolják a Mars felszínét, és megnevezzék a földrajzi tulajdonságait. A megfigyelőközpont hónapokon át figyelte az éjszakai eget. Szerteszét ágazó vonalakat láttak a Mars felszínén. Később kiderült, hogy ezek nem túl pontosak, de a távcsöveikkel csak ezt látták. A mélyen tisztelt olasz csillagász lerajzolta ezeket a vonalakat és nevet adott nekik. Schiaparelli azt mondta, hogy ezek egyfajta csatornák lehetnek. Ő az olasz canali szót használta rá, az angol szó erre a meder lett volna. De rosszul fordították le, és csatornákként értelmezték őket. Mivel a természetben általában nem jelennek meg egyenes vonalak, Schiaparelli rajzai egy új ötletet szültek, miszerint a Marson intelligens lények élnek. Ez forradalmi gondolat volt, amit a csillagászok vitattak. Aztán 1894-ben egy gazdag bostoni férfinak, Percival Lowellnak szöget ütött a fejébe ez a gondolat, és egy hatalmas teleszkópot épített Arizonában. Az elkövetkező két évtizedet megfigyeléssel, vázlatkészítéssel és elmérkedéssel töltötte.
Meggyőzte magát arról, hogy egyenes vonalak hálózatát látja a Marson, amiről azt hitte, hogy ezek csatornák. Mi volt az akkori idők legnagyobb híre? A Panama csatorna. Ez egy olyan dolog volt, amit a civilizált lények építenek. Tehát a csatorna civilizációt jelentett. Szerinte ezeket a csatornákat arra használták, hogy a vizet a jégsapkákból a bolygó többi részére szállítsák. A Mars hideg volt és száraz. Ezért szerinte a csatornákra volt szükség. Ezzel az ötlettel pedig azt akarta bebizonyítani, hogy van élet a Marson. ...1938 Halloween éjjelén egy fiatal színész Orson Welles élőben közvetítette egy rádióadásban A.G. Wells író Világok harca című regényét, amelyben gonosz marslakók megszállják a Földet. És most visszatérünk a tudósítással, itt vagyok, ismét történik valami. Leszállt egy repülő. Több ezeren elhitték, hogy ez valóban megtörténik. Dolog volt, amit a civilizált lények építenek. Tehát a csatorna civilizációt jelentett. Szerinte ezeket a csatornákat arra használták, hogy a vizet a jégsapkákból a bolygó többi részére szállítsák. A Mars hideg volt és száraz. Ezért szerinte a csatornákra volt szükség. Ezzel az ötlettel pedig azt akarta bebizonyítani, hogy van élet a Marson. ...1938 Halloween éjjelén egy fiatal színész Orson Welles élőben közvetítette egy rádióadásban A.G. Wells író Világok harca című regényét, amelyben gonosz marslakók megszállják a Földet. És most visszatérünk a tudósítással, itt vagyok, ismét történik valami. Leszállt egy repülő. Több ezeren elhitték, hogy ez valóban megtörténik. Meg vagyunk lepődve, és nagyon sajnáljuk a történteket. A félreértés hamar tisztázódott, de a műsor után egyre népszerűbbé vált az az elmélet, hogy intelligens élet van a Marson. A tudósok úgy döntöttek, hogy ezt közelebbről is megvizsgálják. 1964-ben a NASA egy kicsi szondát küldött fel a Vörös bolygóra. Ez a Mariner 4 volt. Volt rajta egy kicsi kamera, és az volt a célja, hogy képeket készítsen a Marsról. Csak egy lehetősége volt. A tudósok izgatottan várták az eredményeket. Vajon városokat fognak látni? Vagy csatornákat? Lehet, hogy erdők vannak. Valójában krátereket láttak. Több száz képük volt olyan kráterekről, amilyenek a Holdon is vannak. Nagy csalódás volt. A Mariner 4 képei egy száraz, kráterekkel teli, sivatagszerű, és halott bolygót mutattak. Olyan volt, mint a Hold, csak volt egy kis szél is, amely arrébb fújta a port. De a Mars kutatás lelkesedése nem csökkent. 6 évvel később annál... A tudósok úgy döntöttek, hogy ezt közelebbről is megvizsgálják. 1964-ben a NASA egy kicsi szondát küldött fel a Vörös bolygóra. Ez a Mariner 4 volt.
Volt rajta egy kicsi kamera, és az volt a célja, hogy képeket készítsen a Marsról. Csak egy lehetősége volt. A tudósok izgatottan várták az eredményeket. Vajon városokat fognak látni? Vagy csatornákat? Lehet, hogy erdők vannak. Valójában krátereket láttak. Több száz képük volt olyan kráterekről, amilyenek a Holdon is vannak. Nagy csalódás volt. A Mariner 4 képei egy száraz, kráterekkel teli, sivatagszerű és halott bolygót mutattak. Olyan volt, mint a Hold. Csak volt egy kis szél is, amely arrébb fújta a port. De a Mars kutatás lelkesedése nem csökkent. 6 évvel később a NASA egy újabb szondát, a Mariner 9-et is felküldött. Ezúttal a szonda heteken átkeringett a bolygó körül, és teljesen feltérképezte azt. A fáradozások kifizetődőek voltak. Miután megvárta, hogy egy teljes bolygót átfogó viharnak vége legyen, a Mariner 9 csodálatos képekkel tért vissza. Felfedte a Tarsis-fennsíkot, amely az egyenlítőhöz közel található. Ez a fennsík vulkanikus tevékenység során jött létre. A fennsík legmeghatározóbb jellegzetessége a hatalmas Olympus vulkán. Az Olympus vulkán körülbelül akkora kiterjedésű, mint Missouri állam. Ha az Egyesült Államok térképére helyeznék, nagyrészt elfedné. Ha kitörne, valószínűleg az összes Missouri állammal határos államot elöntené lávával. Tehát a hazám Iowa valószínűleg láva alá kerülne.